Üdvözlöm Önöket a dentál.hu dentál hírek külön kiadásával jelentkezünk, élőben a Facebookról, felvételről pedig a dentál.hu YouTube csatornáján keresztül. Ahogyan eddig megszokhatták, ez alkalommal is a koronavírus járvány fogászati szektorra gyakorolt hatásairól beszélgetünk egy szakmabéli prominens személlyel, arra kérve mondja el véleményét, tapasztalatait a kialakult helyzettel kapcsolatban. Engem dr. Radánovics Nagy Dánielnek hívnak, és hamarosan kezdünk. Mai beszélgető partnerem Rót Lajos fogtechnikus mester, akivel 3 évvel ezelőtt egyébként már volt egy összegző beszélgetésünk az akkor 25 éves interdentál stúdió kapcsán, de hát most mi más is lehetne az apropó, mint a koronavírus járvány, illetve ennek a fogászati szektorra gyakorolt hatásai. Nagy szeretettel köszöntelek, Lajos, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad ezt a felkérést. És rögtön neked is szegezem az első kérdést, hogy fogtechnikusként te hogyan látod a szektornak a helyzetét, és bár nagyon nehéz ilyenkor jóslatokba bocsátkozni, de mégis merre van előre, vagy szerinted mit hoz a jövő? Nagyon nehéz erre egyértelmű választ adni, ugyanis azért nagyon széles spektrumon mozog a szakmánk és a fogtechnika. Vannak egész kicsi laboratóriumok, egyéni vállalkozók, illetve azért vannak 30-40, akár 50 fős laboratóriumok is Magyarországon, és hát persze mindenkinek más és más jelenleg a problémája. Azt hiszem az egyértelmű, hogy mindenki nagyon nehéz helyzetben van, és egy meglepő új helyzetben van, amit kialakult. Ugye mindenki tudja, hogy március 17-én a kormány elrendelte, hogy a fogorvosi rendelők nem működhetnek, és hát innentől egyértelmű út volt, hogy a teljes fogászati ágazat tulajdonképpen leállt, ugyanis hát a sürgősségi ellátások azok nagyon minimális beavatkozásra ritkálódnak, úgyhogy lenullázódott a szakmánk. Ez mindenféleképpen egy teljesen új helyzetet hozott, és hát mindenki gondolkodott, hirtelen nézelődött, hogy vajon hogy tudja ezeket a problémákat hirtelen megoldani. Hát sajnos a legtöbb laboratórium azért vagy megszüntette a vállalkozását, vagy visszaadta átmenetileg, megpróbálták az alkalmazottakat esetlegesen fizetés nélküli szabadságra küldeni, vagy munkanélkülire. Tényleg nagyon speciálisak a helyzetek, nagyon-nagyon aggódnak a kollégák. Én azt hiszem, hogy azért kiút ebből van mindenféleképpen, tehát itt is idő kérdése, hogy azért ez az egész helyzet mikor fog megoldódni, és én azt hiszem, hogy az a legjobb, hogyha itt a fogtechnikusok inkább megerősödve, mint aggódva és pánikba esve fognak ebből az egész helyzetből kijönni. Nem tudok én se nagyon okos dolgokat mondani, hogy ilyen helyzetben mit kell és mit lehet csinálni. Hát annyit tudok, hogy ugye a kormányzathoz különböző levelek és különböző beadványok kerültek, különböző szervektől, mint fogorvosi, mint fogtechnikai vonalon, és hát ezek el is jutottak a megfelelő illetékesekhez, de sajnos nem érkezett egyelőre semmilyen érdemi válasz, hogy valamilyen formában a környező országokhoz hasonlóan fogják-e segíteni a mi ágazatunkat, ezen belül is a fogtechnikát. Úgyhogy egyelőre jelenlegi tudomásom szerint nincs ilyen állami beavatkozás és segítség, vagy ha van is, csak nagyon-nagyon minimális. Tehát egyszerűen jelen pillanatban magunkra vagyunk hagyva, nekünk kell ezt a helyzetet megoldani, és hát nekünk kell kezelni, kinek a saját módján. Az imént így fogalmaztál, hogy az ágazat és azon belül a fogtechnikusok, te mint egy nagy fogtechnikai labornak a tulajdonosa és vezetője, hogy látod azt, hogy a szektoron belül a fogtechnikusok esetleg valamivel rosszabb helyzetben vannak-e, mint mondjuk a fogorvosok, vagy a fogászati asszisztensek, dentálhigiénikusok? Itt gondolok arra, hogy aki vállalja az akut ellátást, az mégiscsak valamilyen úton, módon talán tud dolgozni, viszont a fogtechnikusoknak, ha én jól értem, akkor semmilyen formában nincsen munkájuk, tehát talán még nehezebb a helyzetük. Te hogy látod ezt? Hát, igen, valóban így van. Fogtechnikának egyáltalán nincs munkája. Talán egy-egy olyan munka beérkezhet laboratóriumban, ha külföldről kapnak kisebb megrendeléseket, ugyanis például Németországban nem állították le a fogorvosi rendeléseket, megfelelő védőeszközökkel, megfelelő körülmények között végezhetik a rendeléseket. Persze ott is nagyon visszaesett a betegforgalom és a munka, tehát ott is azért csökkentett munkaidőbe dolgoznak a rendelők is és a laboratóriumok is.
Hát nálunk ez valóban teljesen lenullázódott. Én nem tennék különbséget itt fogorvosok, fogtechnikusok, asszisztensek között. Valóban a sürgősségi ellátás esetleg jelentett valamit, de igazán ott sem ez anyagi jelentősége van ennek, csak talán morálisan, emberileg jó, hogy bemegyünk, vagyunk, dolgozunk, valamit teszünk, valamit csinálunk. A fogtechnika azért az 99%-ban az most leült, és az csöndben van. Hát igen, nekem is a vállalkozása 28 éve működik már, többé-kevésbé hol 10-20, hol 50 emberrel dolgoztam, és hát most is több mint 25-en vagyunk, tehát nem is meglepetésként ért. A 28 év alatt nagyon sok különböző problémával megküzdöttem már, de azért ez, amilyen hirtelen és amilyen gyorsan jött, ez azért meglepetésszerűen ért engem is, és hát minket is. Tehát per pillanat hirtelen én sem tudtam, hogy hogyan kezeljem a helyzetet. Aztán nagyon sokat gondolkodtam, és például nálunk a dolgozói egy csökkentett munkaidőbe vannak, és egy csökkentett bért kapnak. Én nagyon-nagyon szeretném őket együtt tartani, megtartani. Bemegyünk minden nap a laboratóriumba különböző beosztással, és azért mindig átbeszéljük a helyzetünket, a dolgainkat, és elkezdtünk belső továbbképzéseket szervezni. Most alkalmas ez az időpont arra, mert a napi munkánk mellett egyáltalán nincs idő ilyeneket elvégezni. Most elkezdtük a kollégákat átképezni, esetlegesen más reszortokra, más munkafolyamatokra. A meglévő munkafolyamatok is próbáljuk fejleszteni, belső továbbképzésekkel is, és hát ilyen videós különböző kis továbbképzéseken is próbálunk részt venni, hogy ezzel is még széles körű szolgáltatást tudjunk nyújtani, amint visszaér a normális mederbe az élet. És hát szerencse vagy talán nem szerencse, nem tudom még egyelőre, de épp a válság megkezdése előtti hetekben vásároltam egy új ketkem rendszert, egy komplet ketkem technológiát, amivel még jobban, még széles körben tudom végezni ezeket a digitális munkafolyamatokat. Hát most van időnk ezt beüzemelni, ezt tesztelni, a különböző stratégiákat kidolgozni, és hát már el is kezdtük a különböző technológiákat alkalmazni, a különböző anyagokat faragni, és ezeket a munkafolyamatokat próbáljuk minél jobban elsajátítani, illetve most van időnk arra, amit nagyon sok fogorvos és megrendelő kér tőlünk évközben, különböző demo munkákat készítsünk nekik, amivel ők a betegnek be tudják mutatni a különböző fogpótlásokat. Hát erre most van időnk, ezeket most gyártjuk, ezeket készítjük, hogy aztán a rendelőknek el tudjuk juttatni, és minél inkább közelebb kerüljük ezáltal is a betegekhez. Jelen pillanatban így áll a helyzetünk. Viszonylag pozitívan nyilatkozol azért a helyzetről abban az értelemben, hogy igyekszel te is megtalálni azokat a lehetőségeket, hogy említetted a belső továbbképzéseket, átképzéseket, és előtte egy kicsivel említetted a német fogászati szektort, hogy az nem állt le teljes mértékben. Tudsz esetleg más nemzetközi példákat hozni, mennyivel másabb, egyáltalán másabb-e a külföldi fogtechnikusoknak a helyzete? Igen, elég nagy rálátásom van, elég sok a kapcsolatom nemzetközileg, itt a környező országokkal is, de még amerikai laboratóriumokkal is beszélgettem. Hát nagyon különböző szintén országoktól is függ, de országokon belül, mint például Amerika, nagyon nagy ott a helyzettől is függ, hogy melyik államban vannak. Én azt vettem észre, hogy sajnos, a mi szempontunkból mondhatom, hogy sajnos, azért a környező országokban jobban megsegítették ezt az ágazatot is, és úgy általában a kis és középvállalkozókat, akiket a legjobban érint ez a nehéz helyzet, és bárhol körülnézek azért mindenhol, vagy járulékfizetési kedvezménnyel, vagy a bértámogatással, amely különböző nagyságrendű, de nagyon sok helyen a szomszédos országokban akár a 70-75%-ot is eléri ez a bértámogatás. Ez nagyon-nagyon fontos erre a pár hónapra, hogy ezek a vállalkozások túléljék ezt a nehéz helyzetet, és újra tudjanak indulni. Nálunk ilyen nincs, de ezzel együtt kell élnünk, ez abszolút nem panasz, ezt így kell fölfogni, és így kell ezt tovább csinálni. Azért a környező országokban is nagyon nehéz helyzetben vannak a kollégák, valahol vannak, például Ausztriában tudom, hogy vannak bizonyos sok rendelések, nagyon-nagyon kevés munka érkezik, de ezek szintén jelentéktelenek, tehát nem biztosítják azt az élethez szükséges forgalmat, ami egyébként kellene. Ezt a beszélgetést megelőzően néhány nappal ezelőtt volt egy telefonos egyeztetésünk, ahol azt mondtad, hogy, és ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy ez a helyzet ez nagyon sokakból kihozza a valódi énjét,
és érdekes azt látni, hogy tényleg az embereknél ez inkább egyfajta összezárást, vagy pedig egyfajta szétziláltságot hoz-e. Te miként látod a fogtechnikus társadalmat ebben az értelemben? Most ebben a helyzetben láthatjuk azt, hogy sokféle fórumon próbálnak érdeket érvényesíteni. Te ezt a tevékenységet hogyan tudod értékelni? Igen, nagyon érdekes ez a helyzet is. Én személy szerint nem vagyok ilyen közösségi oldalokon, megvan az ok, hogy miért nem. Én sokkal jobban szeretem a személyes kommunikációt, és talán őszintében is jobban lehet beszélgetni, de természetesen ezt ma el kell fogadni, nagyon sokan használják. És hát a jelenlegi helyzetben a családomban lévő olyan személyek, akik ezt használják, ezeket az oldalakat, persze megkértem, és föl is hívták a figyelmeket, hogy milyen társalgások és milyen folyamatok zajlanak ezeken az oldalakon. Igen, nagyon érdekes, nagyon sokat lehet ebből tanulni. Én is sokat tanultam egyébként saját környezetemben is, hogy emberek emocionálisan hogy reagálják le ezt a jelenlegi helyzetet. Nagyon sok mindent le lehetett szűrni, hogy ki hogy áll a másikhoz, és ki mennyire érti meg a másiknak a problémáját. Nagyon fontos, hogyha én megértem az alkalmazottai problémáit, akkor ők is ezt értsék meg, ezt kölcsönösen beszéljük meg, és csak így tudjuk ezt úgy sírre tenni, hogy ez tudjon működni. Azt vettem észre, ami nekem kimondottan nem tetszett ezeken a közösségi oldalakon, hogy ebben a bajba, ebben a nehéz helyzetben talán egymást kezdik el bántani és szapulni, és nem igazán értem a fogtechnikus kollégák részéről azt a hozzáállást, hogy miért pont most kell a fogorvosoknak a különböző árképzéseit, ezeket a szorzószámokat és a különböző pénzügyi manővereket kiértékelni, ha ezt mondhatom így, és különböző rossz stílusba ezeket megfogalmazni. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ez semmire nem vezet. Tehát itt ez a fogászati ágazat, ez a fogorvos és a fogtechnikus, ez egy nagyon szoros együttműködés, és ha valaki azt nem fogja föl, hogy ez csak úgy működhet, ha kölcsönösen egymást tiszteljük, és ha van is problémánk, azt kölcsönösen megbeszéljük, és talán nem ilyen stílusban és nem ilyen fórumon, én azt hiszem, hogy ez semmi jóra nem vezet. Nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen nehéz helyzetbe kell azt elkezdeni, hogy miért szoroz a fogorvos 4-jel, 5-tel és 6-tal. Nekem korábban is az volt a saját véleményem, és ma is az. Nekünk azzal kell foglalkozni fogtechnikusoknak, hogy egy tisztességes és egy becsületes árat kérni kell a munkánkért, és ezt megfizetik a megrendelők, hogy senkinek a zsebében nem szabad turkálni, mindenkit tiszteletbe kell hagyni, és mindenkinek hagyni kell, hogy intézze a vállalkozását és a pénzügyét, ahogy ő szeretné. Nem szabad mögé nézni nekünk, el kell azt fogadnunk, hogy megrendeléseket teljesítünk. Talán egy olyan hasonlattal tudnám ezt mondani, hogy ha én elmegyek egy farmert vásárolni 20 000 forintért a boltba, és kapok elő egy számlát, nem hiszem, hogy nekem szükségem van még mellé egy kínai számlára is, amin esetleg az van, hogy 1500 forintért varták meg ezt a nadrágot, ez sehol a világon nem működik. Tehát ezekkel a szolgáltatóiparban ilyennel én nem hiszem, hogy bárhol is lehet találkozni. Tehát fontos lenne az, hogy jelen pillanatban ne ezzel foglalkozzunk, hanem inkább azzal, hogy önmagunkat hogy tudjuk megerősíteni, hogy tudunk még jobb szolgáltatással visszatérni a piacra, és természetesen igenis kérjük el azt a megfelelő összeget, ami jár egy fogtechnikai munkáért, ez mindennek az alapja, de ezért egyetlen egy fogorvos nem hibáztatható, csak és kizárólag a fogtechnikus kollégák, akik olcsón dolgoznak. Én még nem hallottam olyan fogorvost, aki megkért engem, hogy hozza olcsón, ez teljesen kölcsönös, tehát ez nem működik. Abban ugyanakkor talán megegyezhetünk, hogy szükség van egyfajta egységes érdekképviseletre. Az ágazati készségtanács és ezen belül az egészségügyi technikai készségtanács milyen funkcióval bírhat ezen a téren? Mesélj egy kicsit erről nekünk. Igen, mindenféleképpen szükség van egy ilyen egységes kiállásra, és egy jó példa még mielőtt a kérdésedre válaszolnék, hogy a orvosi kamarának a fogorvosi tagozata is természetesen több fórumra, több helyre eljutatta a problémáit és a kéréseit, és el kell, hogy mondjam, hogy a orvosi kamara fogorvosi tagozatának az elnöke Gerla János nagyon-nagyon korrektül a levelében mindig a fogászati ágazatról beszél, és kihangsúlyozva, leírva és beleértve a fogtechnikusokat, asszisztenseket és mindenki, aki dolgozik. Tehát én azt hiszem, hogy ez inkább a követendő út, hogy egységesen lépjünk föl, ne pedig egymás ellen. A kérdésre visszatérve, igen, van egy ágazati készségtanács, talán már nagyon sokan tudják, ezt kb. 2 éve hozta létre az ITM, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Olyan célzatból jött létre,
hogy a minisztérium és a kamara szűrni tudja a gazdaságban dolgozó és a gazdaságban tevékenykedő szakembereket, vállalkozásokat, és az ő véleményüket kikérve próbálják meg jó irányba terelni ezeket a folyamatokat és ezeket a szabályozásokat. Éppen ezért ez egy felkéréses alapon működik, tehát egy tanácsadó testület nem választott, hanem a dr. Palkovics László IPM miniszter által felkért személyek dolgoznak ebbe a készségtanácsba. Egyébként országos szinten 19 ilyen készségtanács működik, ebbe beleértjük a turizmus, vendéglátás, nehézipar, autógyártás, vegyipar, és ennek egyik ilyen tanácsa, ez az egészségügyi tanács, ahol a fogtechnikusok és az optikusok vesznek részt, és vesznek részt ebbe a munkába. Mi a fogtechnikusok részéről 8-an vagyunk, akik itt munkát végzünk, és a meghatározott folyamatokat segítjük. Ami most jelen pillanatban a legfontosabb, az az oktatásnak a teljes átszervezése, ugye a szakképzés 4.0, amelyet már sikerült kialakítanunk, egy teljesen új oktatási dokumentumot hoztunk létre, egy teljesen új vizsgáztatási rendszert és egy vizsgáztatási elvet, ami azért nagyon-nagyon jó, mert a korábbiakhoz képest, mert országosan, ahol állami intéző képzőhelyekben fogtechnikát oktatnak, ott mindenkire ez lesz az érvényes, és ezt kell betartani, tehát mind oktatás, mind pedig a vizsgáztatás terén, ez az elmúlt 20-30 évben nem volt így. Valamint azt is sikerült elérnünk, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a 2+1 év helyett, ami egy nagyon rossz rendszer volt, újra visszaállt a 3 éves képzés, így egy sokkal nagyobb óraszámba tudjuk a fogtechnikát mind gyakorlatban, mind elméletben majd oktatni, és az is nagyon jó, hogy mindezeket már elfogadták, ezeket a beadványokat és dokumentumokat, és szeptember 1-től életbe is lép. Ez tehát akkor nem egy választott szervezet, hanem egy felülről szerveződő, kvázi kijelöléses alapon működő dolog. Te ezen belül pontosan milyen funkcióval bírsz, egyáltalán vannak-e ilyen funkciók kiosztva, és lehet-e tudni esetleg a többi fogtechnikus személyéről valamit, akik még ebben részt vesznek? Igen, ez, mint említettem, kinevezéses. Én épp a múlt héten kaptam meg Palkovics László miniszter úrtól az újabb 2 évre szóló elnöki kinevezésemet, tehát én ennek a egészségügyi készségtanácsnak az elnöke vagyok. Én fogom össze mind a fogtechnikusok, mind az optikusoknak a munkáját, de természetesen hát én nem szólok az optikusok munkájába be. Abszolút úgy dolgozunk, hogy mindenki a saját szakmájának feladatait végzi, és mint említettem, rajtam kívül még 7 fogtechnikus kolléga van, akik egyébként nagyon-nagyon jó szakemberek, nagyon jó kollégák, és emberileg is nagyon intelligensek, és nagyon jól állnak a kérdések kezeléséhez. Különböző területről érkeztek, vannak vidékiek, vannak budapestiek, vannak kisebb is, vannak nagyobb laboratóriumot képviselő vállalkozók, van olyan, aki nagyon-nagyon jártas és profi az oktatás kérdéseiben, hosszú-hosszú évekig itt dolgozott. Tehát úgy érzem, hogy nagyon jól összeállt ez a kis csapat, nagyon lelkesek, és nagyon jól együtt tudunk működni, mint a kereskedelmi és iparkamarával, mint pedig az IPM-mel, akiknek a képviselői minden egyes ülésünkön, ami havonta egyszer történik, részt vesznek, nagyon aktívan részt vesznek, és tényleg közösen alakítjuk ki, hogy és mit szeretnénk a szakmák érdekében. Eddig rengeteg energiákat, mint említettem, foglalta ez az oktatás átalakítása és megújítása. Most már a jövőben szeretnénk az új kinevezések alapján másokkal is foglalkozni, más szakmai kérdésekkel. Ezekről most még nem szeretnék beszélni, de mind-mind húsba vágóan érinti a szakmákat, és szeretnénk ezeken a negatív irányokon módosítani, hogy mindenféleképpen egy tisztességesebb úton tudjuk tovább haladni. Visszatérve az életünket most szervesen átszövő koronavírus járvány helyzetre, azt lehet mondani, hogy a járvány jelentősen befolyásolja a turisztikai szektort, és ezáltal természetesen a fogászati turizmusban érdekelt rendelőket, rendelőhálózatokat, fogtechnikai laborokat megint csak nehéz jóslásokba bocsátkozni, de hogy látott ezt a kérdést egyáltalán? Milyen arányú az ilyen praxisoknak a száma, és milyen volumenben látnak el külföldről érkező pácienseket, és ez mikorra állhat esetleg helyre a hazai szektorban? Valóban ez egy nagyon nehéz kérdés. Azért Magyarország, tudjuk jól, hogy abszolút egy ilyen fogászati turizmusra is épül. Nagyon jó fogorvosok, fogtechnikusok dolgoznak ebbe a szegmensbe, és ezért is
nagyon szívesen jönnek ide külföldről páciensek. Valóban őket is egy hirtelen vágással érte ez az egész vírus. Ugye egy pillanat alatt leálltak a légitársaságok, a repülőjáratok, a szállodák bezártak, és hát ők is egy pillanat alatt lettek munkanélküliek, azok a rendelők, akik ezzel foglalkoztak. Ezt nem tudnám megmondani, hogy ez milyen százalékot jelent Magyarországon, de hogy jelentős, az egészen biztos. Forgalom szempontjából Budapesten és a határszéleken, a nyugati határon ez egy nagyon-nagyon jelentős forgalmat generál mindenféleképpen, ami most megszűnt. Hogy ez mikor tud újraindulni, az valóban egy nehéz kérdés. Én, mint minden másba, és az első perctől kezdve ebbe is optimista vagyok, az emberek nagyon érdekesek. Amilyen hirtelen pánikba tudnak esni, és meg tudnak ijedni bizonyos helyzetektől, ugyanolyan gyorsan visszatérnek a régi kerékvágásba. Tehát én úgy gondolom, hogyha itt elindul a gazdaság, persze eleinte csak fokozatosan is, de aztán ez nagyon gyorsan fog egymást generálni, és nagyon gyorsan fog fölpörögni, legalábbis az én véleményem szerint, és egész gyorsan be fog indulni, mint a repülőjáratok, mint az utasforgalom, a turisztika is, és a persze ebben a fogászati turizmus is. Mikor éri el azt a szintet, ami korábban volt, azt a magas szintet, mindkettő, az általános turizmus is és a fogászati is, az biztos, hogy azért egy kicsit hosszabb idő lesz, és egy picit el fog nyújtódni ez az időszak, de szerintem amint már lehet repülni, és amint lehet dolgozni, ezek a kérdések elég gyorsan meg fognak oldódni, bízom benne. Azt láthatjuk, hogy a koronavírus járvány a fogorvosi rendelőkbe és a de facto fogászati ellátásba azért elég komoly változásokat hoz, és valószínűleg ezek a változások legalábbis infekciókontroll terén valamennyire meg is fognak maradni. Látsz-e esetleg valamilyen olyan metodikát, ami a fogtechnikai laborok működésében hozna változást, tehát most szorosan a vírus járvány és ennek következményei kapcsán? Biztos, hogy lesznek változások, ez teljesen egyértelmű. Látható most is, hogy nagyon sokan ugye idéglenesen úgy indultak, hogy idéglenesen elhagyják a szakmát, mert ugye nem tudtak dolgozni, és hát sok kollégának szüksége volt arra, hogy valamilyen forrásokhoz jusson, anyagi forrásokhoz, és elmentek más területre dolgozni, megpróbálták kihasználni ezt a helyzetet. És én biztos vagyok benne, sőt már hallottam is olyat, akik meg fognak ragadni ezekbe a más típusú munkákba, esetlegesen rájönnek arra, hogy a fogtechnikán kívül is ők tudnak érvényesülni, vagy ugyanúgy, vagy talán még lehet, hogy jobban is. Illetve biztos, hogy van egy olyan réteg, aki az új kezdést az külföldön képzeli el, szintén sok ilyennel is beszéltem, aki úgy gondolta, hogy régóta gondolkodik ezen a kérdésen, talán külföldre kell menni dolgozni, de most jött el az az idő, amikor ezt ő meglépi, itt úgyis bezárt meg szint hirtelen minden, és ott kezdő életet. Tehát valószínűleg ez azért egy picit át fogja rendezni a piacot. Eddig is nagyon nehéz volt jó szakember találni, lehet, hogy ezután talán még nehezebb lesz, és hát mindenféleképpen el kell gondolkodni a fogtermikusoknak is azon a jövő képe, hogy hogyan tovább. Biztos vagyok benne, hogy ezek a kollégák, akiket egyik pöltről a másikra elküldtek, azért át fogják azt gondolni, hogy talán mennyire volt velük a tulajdonosuk esetlegesen emberséges, és lehet, hogy nem ugyanabban a laboratóriumban fognak visszamenni, hanem egy másikba fognak dolgozni. Ezek kérdések, ezek olyan kérdések, amik még válaszra várnak. De hogy átrendezi, az egészen biztos. Én abban is bízok, hogy azért mentálisan fejbe is egy picit a fogtechnikusok elgondolkodnak ezen a helyzeten, és picit másképp fognak a jövőben hozzáállni a munkájukhoz. Pozitív értelemben gondolom, hogy másképp. Hogyha már itt pozitív értelmet hoztál fel, akkor a beszélgetés zárásaként valamiféle pozitív take-home message, tehát egy haza vivendő üzenettel, ha tudnál élni, akár a szakma szereplői, akár minden ember számára, akkor mi volna az, mint tudva levő, te valóban egy pozitív gondolkodású ember vagy? Hú, nehéz azért ezt összefoglalni, hogy valami okosat mondjak és valami rövidet. Nagyon sok kollégával beszéltem is, ami érdekes volt, olyanok hívtak föl 10-20 számra, akikkel évek óta nem is beszéltem, vagy talán még soha. Tanácsot kértek, problémáikat elmondták, próbáljuk meg közösen megoldani, én hogy látom, én mit gondolok. És hát ez is nagyon fontos, mert éreztem, hogy azért számít a véleményem. Tehát nagyon sokan kikérik azt, hogy én ezt hogy látom, és hogy próbálom kezelni.
nem mindegy, hogy mit mondok. Tehát nem szeretnék senkit abszolút megbántani, de jó lenne, ha ezt a jövőben valamilyen formában közösen tudnánk alakítani, és nem az internetes Facebook oldalakon üzengetnénk egymásnak, hanem leülve, megbeszélve, hogy hogy tudjuk ezt a szakmát még egységesebbé tenni, és még inkább pozitív irányra állítani. Úgyhogy én ebbe továbbra is bízom, hogy ez így lesz, és én valahogy úgy érzem most ezt a jelenlegi helyzetet, hogy talán a legjobb hasonlat a kötéltáncos, akinek egy nagyon nehéz dolga van, és a kötéltáncosnak az a dolga, hogy fölmenjen a magasba, és a kötélen táncoljon. Aztán tudja megoldani, hogy a padlóra húz egy vonalat, és ott elkezd sétálni. Neki föl kell menni 30 méterre, és bizony van néha, amikor kiveszik a hálót alóla. Ilyenkor az egyén az teljesen átalakul és teljesen megváltozik, más lesz a testnek a kémiája, és teljesen más lesz az adrenalin szintje. Ezáltal egy teljesen más produktumra lesz képes, ugyanúgy meg fogja oldani a feladatot, viszont sokkal erősebben jön le a kötérről, és egy sokkal stabilabb ember lesz, sokkal jobban fog hinni önmagába. Én úgy gondolom, hogy most itt a fogtechnika alól is kivették ezt a kötelet. Én bízom benne, hogy itt a kollégák meg fognak erősödni, még jobban és még pozitívabban fognak ehhez a szakmához állni, ami itt egy nagyon csodálatos szakma, és ezzel a megerősödött lendülettel fognak újra kezdeni, ami egyébként szerintem hamarosan el fog jönni. Kedves Lajos, nagyon köszönjük szépen ezt a nagyon szemléletes példát is, és a gondolataidat is köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Minden jót kívánok neked, jó egészséget, és bízom benne, hogy mielőbb személyesen is fogunk tudni találkozni. Vigyázz magadra! Köszönöm.